Nézőpont plusz. Beszélgetés Magyar Kanizsa polgármesterével, történésekről, fejlesztésekről. Nézőpont plusz. Szeretettel köszöntöm nézőinket Nézőpont plusz című műsorunkban. Polgármester urat faggatom ismét egy újabb témakörben. A Partizán épületében vagyunk, én már csak így hívom, hiszen itt nőttem föl, itt kezdtem el sportolni. Emlékszem, nagyon sokat kosárlabdáztunk, az, hogy nem lett belőlem tehetség, hát ez így alakult, de minden esetre nagyon sok kanizsai fiatal gyerek használja is kezdi. Meglepően szép a környezetünk, az épületünk. Én is köszöntök minden kedves nézőt. Egyébként én is itt töltöttem a gyerekkoromnak egy részét, főleg a téli időszakot, mert hogy a kajakosoknak télen ez volt az edzőtermük, ugyebár nyáron értelemszerűen, hogy a Tiszaparton voltunk, de télen mindig itt voltak az erőléti edzések, itt lent, mi is futottunk és kosárlabdáztunk, és természetesen a fönti kistermet is erőléti edzésre használtuk, úgyhogy nekem is nagyon ismerős ez az épület, és örülök neki egyébként, hogy megmaradt így hát lassacskán, 30 év után is ugyanabban a célban és feladatban ez az épület, mint amit szolgált az elmúlt évtizedekben. Néhány évvel ezelőtt a Kőolaj Ipari Társaság segítségével felújítottuk, utána tudtunk eszközöket is vásárolni hozzá, úgyhogy valójában a felújítás nem csak erre a nagy teremre, hanem a fenti kis teremre, sőt a hozzátartozó melléképületre is vonatkozott, hiszen most ott edzenek a judósok, és hogyha kinézünk az udvarra, akkor ott pedig a sportminisztérium támogatásán keresztül sikerült egy nyári sport erőléti pályát is kiépíteni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy kisebb léptékű, de mégis komplex kis sportcentrumot tudtunk, sportközpontot tudtunk ide varázsolni Magyar Kanizsa szívébe. Egyébként nagyon nehéz helyzetben vagyok mindig, amikor sportokról készítek műsort, mert egy másik sportág képviselője mindig megkeres, és mindig előtérbe szeretné magát helyezni, tehát nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy az önkormányzat számára is pontosan ezért nagyon nehéz bármilyen támogatáshoz nyúlni a sportban, de engedd meg, hogy először azt kérdezzem meg, hogy egyáltalán az önkormányzatnak maga a sport, maga a kanizsai sport, akár tömegsport, akár az egyetősségi sportok, az valahol a ranglétrán, az hol van? Tehát nyilván nagyon sok dolggal foglalkozik, nagyon sok mindenbe fektet, nagyon sok mindent finanszíroz az önkormányzat. A sport az hol van nálatok? Ugye említetted, hogy te magad is sportoltál, ez valószínűleg akkor előrejelzi, hogy valahol elől. Nem lehet kategorizálni ilyen értelemben a szakmai területeket, hogy mi előrébb való, vagy mi nem, hiszen az a terület, ami valakit érint, az számára a legfontosabb. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy minden évben próbálunk egy kicsit lendíteni a sport fejlesztési területen is, hiszen egyrészt van egy állandó éves szintű sporttámogatásunk a sportkluboknak. Itt már ugyebár 36 sportklubról beszélünk, tehát itt a teljes község mind a 13 településén működő sportklubok pénzeléséről és működési támogatásáról beszélünk. Ez a 2022-es évben 15 millió dinár, ezt a 2021-es év tervezésekor már 15 millió dinárra emeltük, ez egy 20%-os emelés volt. Hogyha most ezt a te eredeti kérdésedre visszacsatolom, akkor ez azt jelenti, hogy 2020-as év végén, tehát a pandémia kellős közepén, az egészségügyi támogatások mellett a sporttámogatások élték meg a legnagyobb százalékos támogatásukat. Természetesen, hogyha a sportklubokat kérdezzük, akkor ugyanaz van, mint minden másik területen. Jó, valóban több ez a támogatás, mint az elmúlt években, de mégis lehetne mindig több. No már mi ezt úgy próbáljuk, hát hogy is mondjam, orvosolni, vagy úgy próbálunk mindig egy kicsit nyomatékot adni a sportnak, hogy az állandó éves szintű sportklubi támogatások mellett minden évben igyekszünk valamilyen sportinfrastruktúrát is felújítani. Ugyebár ezt kezdtük a kajakosokkal, hiszen az ő épületükbe ruháztunk be még 5-6 évvel ezelőtt egy nagyobb összeget, utána jött a Partizán épülete, majd utána jött a Birkoza Akadémia, most Horgos van soron, és ott a fociklubot és a foci pályához tartozó infrastruktúrát próbáljuk majd felújítani, és így megyünk településtől településre, hogy mindenhol legalább az alap
szintjét próbáljuk meg biztosítani a sportolási feltételeknek, mert hogy a fiatalok szempontjából az oktatás mellett a sport lenne az a közösségi tér, vagy közösségi hely, ahol a fiatalok ki tudnának teljesülni. Úgyhogy az elmúlt héten megtartásra kerülő évsportolója diátadón itt Magyar-Kanizsán, külön est is hangsúlyoztam ki, hogy próbálják már meg a fiatalok egymás között is, tehát a saját baráti körükön belül is népszerűsíteni azt, hogy jó sportolni, jó kiváló sportolónak lenni, jó sporteredményeket elérni és dobogóra fölállni, és próbálják meg a saját kortársaikat kimozdítani a számítógép és a telefon nyomkodás mellől, mert én úgy gondolom, hogy ahogy a beszélgetést is kezdtük az elején, úgy gondolom, hogy azért a mi életünkhöz is valamit hozzátett. A sportolás, a mozgás, a sportklub maga, a közösségi lét, a sportoláson belül kialakult baráti vagy ismerősi viszonyok. Tehát én mindenféleképpen azt szeretném, hogyha minél többen sportolnának a községünk területén. Ezért van az, hogy a község nem az élsportot támogatja, hanem a tömegsportot támogatja, tehát azért támogatjuk a sportklubokat, hogy oda minél több fiatal elmenjen sportolni, és nem pedig kiemelünk 3-4 fiatalt, akit utána úgymond sportoláson keresztül megpróbálunk támogatni, és több millió dinárt rájuk költeni, hanem azt a több millió dinárt inkább több száz gyerekre szeretnénk rákölteni. Tehát magyarán az önkormányzat nem fog foglalkozni élsporttal, az önkormányzat az továbbra is tömegsporttal fog foglalkozni, és azt próbálja népszerűsíteni. Február 23-án egy nagyon szép eseményen vagyunk túl. Ugye a Sportszövetség kiosztotta az év sportolója díjakat, te magad is jelen voltál. Ugye a szokásos kanizsai sportok taroltak, ugye birkozás, kajakozás, kézilabda. Mi alapján dőltek el itt a díjak? A díjakat a Sportszövetség egy meghatározott pontozás alapján ítéli oda, tehát itt valójában eredmények alapján mennek a pontozások, úgyhogy az igazat megvallom, hogy mindig elégedett vagyok magával a díjak átosztásával és szétosztásával és egyáltalán magával a rendezvénnyel, hiszen minden évben lehetőségem van személyesen is találkozni azokkal a sportolókkal, vagy sportmunkásokkal, hiszen itt edzőktől is van szó, vagy életműdíjaktól is van szó, tehát mindazokkal az emberekkel, akik hozzájárulnak tevőlegesen is a magyar-kanizsai sport öregbítéséhez és sikeréhez. Úgyhogy ilyen értelemben én mindig boldog vagyok, mindig örülök az eredményeknek. Az, hogy bizonyos klubok néha felülkerekednek a többi klubon, ez meg egyrészt annak tudható be, hogy nagyon nagy különbség van az egyéni sport és a csapat sportágak között, másrészt pedig bizonyos kluboknak valóban nagyon-nagyon több évtizedes, tehát nagyon nagy múltú kluboktól van szó, és nagyon nagy munka van mögöttük, és ilyen értelemben én szerintem ezen nem kell egyáltalán izgulni, vagy különbséget tenni a klubok között. Minél több klub van, annál jobb, minél több gyerek sportol, annál jobb, és minél szebb és jobb eredményeket érnek el, nem csak országos szinten, hanem világviszonylatban is, a magyar kanizsának annál jobb. Vannak ösztöndíjak is, amelyeket évről évre adtok sportolóknak. Ez valamikor most van a lezárása, úgy tudom, a pályázatnak. Mennyi sportoló kap így díjat, és milyen összegről beszélünk? Az ösztöndi támogatások azok nagyjából megközelítőleg 1 millió dinár értékűek, és valójában ezek is eredményi pontozás alapján kerülnek szétosztásra. Tehát magyarán a sportklubok pályáztatják meg a saját versenyzőiket, és utána a sportszövetség javaslatára az önkormányzati tanács eldönti, hogy kik azok a sportolók, akik az adott évben megérdemlik a sportösztöndíjat. Én úgy gondolom, hogy ez a
hát ha bármiben is, amikor pénzosztásról van szó, igazságosságról tudunk beszélni, de ez a legigazságosabb formája annak, hogy eredményorientáltan kapjanak támogatást egyrészt a klubok is, hiszen a klub támogatások is eredményorientáltan vannak szétosztva, és az alapján, hogy mennyi gyerekkel foglalkoznak, és a sportösztöndíjak is adott pontozáson keresztül az eredmények alapján vannak odaítélve, úgyhogy én úgy gondolom, hogy maga a sportdíjazás és a sporttámogatás egyrészt a törvénnyel összhangban működik, másrészt pedig a lehető legobjektívebb módon történik a szétosztás és az odaítélése. Nyilván a kluboknak az utánpótlásról is kell gondoskodnia, talán ezt szolgálják a sportbörzék a községünk területén, ennek is azért már majdnem hagyománya van. Hát a Covid járvány ebbe is megszakításokat eredményezett, de úgy látom, hogy az érdeklődés nagy, és ennek örülök, mármint a szülők részéről is, és az iskolák részéről is, hogy valójában a falvakba is kivigyük ezeket a sportbőrzéket, hiszen azt tudni kell, hogy a sportbőrze, mint olyan, Magyar Kanizsán a gyógyfürdő sportcsarnokában kerül megrendezésre, legalábbis került eddig megrendezésre, most bővítjük, és kivisszük a falvakba is, hogy egyrésztől minél több gyerekhez eljusson, másrésztől pedig, hogy megkönnyítsük egyáltalán a közlekedés és az utazást, ami annak a velejárója, hogy valaki eljusson erre a sportbőrzére. Amikor megrendezésre került, mindig tömeges volt, mindig nagyon élvezték a gyerekek, hogy kipróbálhatták azokat a sportágakat, amik a község területén működnek, megnézhették, hogy hogyan is zajlik egy edzés, hogyan is zajlik egy sportklubban a munka, és én bízom benne, hogy ez csak elősegíti azt, amiről az előbb beszéltem, még a kérdés legelején, hogy minél több gyerek csatlakozzon a sportklubokhoz, minél többen úgy érezzék, hogy ez egy jó időtöltés, hogyha ő egy sportklubnak a tagja. Kanizsát ugye futás és úszás kapcsán nagyon messze is ismerhetik, hiszen évről évre megrendezésre kerül az úszó és futó maraton. Lesz az idén maraton? Bízom benne, hogy meg tudjuk szervezni, hiszen a Covid közepén is megszerveztük, hogy így mondjam, mármint a Covid időszak közepén is, és én most már bízom benne, hogy ebből inkább kifelé haladunk, nem pedig még rosszabb irányba, mármint itt a vírus járványról beszélek, és arra gondolok. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy megrendezésre kerül az úszó és futómaraton. Igaz, hogy ez régen egy egész hétvégi és úgymond banzáj volt. Most ezt próbálják a szervezők valamennyire visszahozni a könnyű zenei műsorra, meg egyáltalán a rendezvény kibővítésével. Most ez pillanatnyilag egynapos. Én bízom benne, hogy ez sem fog kifakulni, és ennek sem veszítjük el a hagyományát, hiszen ahhoz, hogy ezt a rendezvényt meg tudjuk tartani, ahhoz szükség van futókra és úszókra. A legutóbbi rendezvénynél viszont az látszódott, hogy újra tömegessé vált, újra családok jöttek fiatalokkal, hozták a gyerekeket, azok a szülők, akik már 10-20-30 évvel ezelőtt is futottak vagy úsztak ezen a maratonon, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez a rendezvény továbbra is fönnmarad, és továbbra is hagyományát, sport hagyományát öregbíti a községnek. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy én is köszönöm a lehetőséget. Velünk gondolataidat. Gyakorlapukaként nagyon jól tudom, hogy nagyon nehéz a gyereket a számítógép elől kirángatni és valamilyen sportra rábírni. Meg kell próbálni. Próbálják meg önök is, és tartsanak velem legközelebb is. Viszontlátásra! Nézőpont Plusz. Beszélgetés Magyar Kanizsa polgármesterével, történésekről, fejlesztésekről. Nézőpont Plusz.